Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a György István tagiskola alsó tagozatában. Szakányi Kollár Temesével beszélgetünk gyönyörű macik között. Hogy kerültek ide ezek a macik? Hát a gyerekeknek Takácsné Koletta tanítónő ötletére mackó szépségversenyt hirdettünk, és 70 mackó érkezett be, aminek a döntője, vagyis tulajdonképpen az eredmény hirdetése csütörtökön lesz, a gyerekek szavazhatnak a legszebb mackókra. Tehát mindenki akkor a saját maciára is szavazhat, és a máséra is, de azért egy picit ilyen karácsonyi hangulat is van itt a macik körül. Így van, hiszen november utolsó péntekén adventi gyertyagyújtás volt Zsolt atyával, azóta minden reggel meggyújtjuk az adventi gyertyát, illetve már áll a karácsonyfa, és Takács Niki kolléganőm, szintén az ő nevéhez fűződik, készített egy gyönyörű kandallót is, amivel igyekeztünk karácsonyi hangulatot varázsolni ide a aulába. És azért már a közösség onnan láttam, hogy kintről is jönnek érdeklődők, és fotózkodnak a macikkal, tehát úgy gondolom, hogy ez sikeres egy kiállítás. Igen, igen, az óvodákba is elküldtük a meghívót, és onnan is várunk gyerekeket, illetve óvónéniket, és a városból is, hiszen ide be lehet jönni megnézni az aulába, a tanítási órákat nem zavarja. Nem szeretnénk befolyásolni a zsűrit, de biztos, hogy van önnek is kedvenc macia. Kettő áll a szívemhez nagyon közel, ez a kis bumfordi koronás királylány maci, illetve van még egy mosómedve is, aki lila farokkal rendelkezik, de nagyon szép mindegyik. És gondolom, hogy minden gyerkőcnek ez a kedvenc, ezért is hozta be. Mennyire készülnek mi, miben készülnek még, hiszen az utolsó napokat tartjuk ezen a héten, utána elkezdődik a téli szünet, de azért gondolom karácsonyra minden osztályban készülnek. Itt az előbb az egyik tanteremből karácsonyi dalokat hallottunk. Így van, és ezek mellett karácsonyi koncertre készülünk, ami 19-én lesz a Dérinébe, két kedves szülővel, Marsilléssel és Noémivel, pénteken reggel 8 órakor a Holdvirág együttes ad a gyerekeknek koncertet karácsonyi dalokból. Gondolom, hogy ők is nagyon várják, de azért ismerve az iskolát mindig van kézműveskedés is. Gondolom, hogy azért most is készültek kis aprócska ajándékok, amit a gyerekek hazavihetnek. Így van, minden osztályba készültek a gyerekek, ki adventi koszorúva, ki más egyébbe. Ez legyen titok a szülők előtt is, ne innen a Karcaki TV-ből tudják meg, de nagy izgalommal készülnek a gyerekek. Biztos nagy lesz az öröm, amikor majd ezt átadják a szülőknek. Reméljük, hogy akik megnyerik a maci szépségversenyt, a tulajdonosok is nagyon örülnek, hogy az ő maciuk lett a legszebb, legkedvesebb itt a látogatók között. Így van, de az is nagy dicsőség, hogy itt az összes többi maci között itt vannak kiállítva, és láthatják a Karcagi TV-be is a gyerekek és a szülők is ezeket a csodálatos macikat. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen, és kellemes és békés ünnepeket kívánunk mindenkinek.